Sziasztok! Én Kis Gergely vagyok, Birkózó Olimpikon, a Warrior Tribe magyar férfi közösségnek a vezetője, aminek az egyik célja az az, hogy vezetővé váljunk az élet minden négy területén, ami benne van a test, a karrier, a lélek és a kapcsolatok. És ugye férfi vezetőként egyre inkább tudatosul bennem az, hogy a lélek az, ami mindennek az alapja, és ezért itt ül velem szemben az online térben Szentes Róbert, aki nagyon-nagyon sok minden területen tanít, többek között NLP-t, hipnózist, regressziót, spirituális pszichológiát és kvantumpszichológiát. És lennének kérdéseim hozzád, Robi, azért, hogy segítsek a férfi társaimnak ezen az úton tovább haladni a tudatosság útján. És az első kérdésem, Robi, az lenne, hogy mi ösztönzött téged arra, hogy elindulj ezen az úton, és miben különbözik a te módszered az általánosan ismert önismereti módszereknél? Szia, Gergely. Az ösztönzés az elég brutális volt, ha kaptam egy agyvérzést. és az volt a hátsó üzenet, hogy ahogy eddig csináltam, az úgy nem megy. Nem megy tovább. Pedig nagyon próbáltam. Újra és újra. Így vagyunk programozva, hogy ismételjük a régi mintákat. Na, ezt kihúzták alom a piros szőnyeget. Tehát az ösztönzés az az volt. Viszont egész életemben mindig éreztem, hogy engem nem érdekelnek ezek a tipikus hétköznapi dolgok, megközelítések, még akkor is, mikor a multivilágban voltam, akkor mindenki csinálta magáit, meg elég felszínes dolgokról beszélt, engem nem érdekeltek a felszínes dolgok, mindig a mélység érdekelt, csak nem volt rá vevő. Miután megütött az agyvérzés, utána elkezdtem egy más világban mozogni, a spirituális világban, és rájöttem, hogy ez engem érdekel. Tehát egyszerűen volt egy belső, egy olyan, engem ez érdekel, és nagyon érdekel, nem csak egy picit. És akkor elkezdtem találkozni, ugye itt Amerikában, főleg Dél-Kaliforniában mindenféle spirituális emberrel, és akkor tanultam ettől ezt, ettől azt, és akkor te is hallottad a Tony Robbinsnak így a köreibe voltam, meg az ő tanítványi tanítottak, akkor public speaker, tehát ilyen beszéd, tudod, ez a te is a Toastmasterbe voltál, nekem is ilyen nagyon komoly képzések voltak, és hát szépen alakultam át, egy tudod, tipikus hétköznapi botladozó férfiból, először ugye összesen porrá vártam, és utána szépen elkezdtem felépíteni magam, mint fizikailag, mint mentálisan. A második kérdés az, a válaszom arra, hogy hogyan különbözik, amit én csinálok. Amit én csinálok, vagy tanítok, az egy logika. Sokan kérdezik, hogy mi a metódikám. Hát a metódikám az az, hogyha kitakarítjuk az elmét, és beengedjük a magasabb énjeinket, a magasabb, bölcsebb részeinket, akkor nem csak fizikailag, mentálisan, hanem tudatosságban is fejlődünk. Tehát amit én tanítok, az a logika, az a teremtői logika, talán hallottad már tőlem, és ez azt jelenti, hogy a hétköznapi dolgaink, életünk, egészségünk, sikerünk teremtése, az egy nagyon precíz logika szerint folyik és működik, és erről nagyon keveset tudtunk. Én ezt tanultam meg. Amiben nagyon otthon vagyok, az, hogy ha van egy életkörülmény, legyen ez egy betegség, nem kívánatos kapcsolatbeli probléma, anyagi elakadás, annak én le tudom bontani a miértjét. Segítek megmutatni az emberek, hogy ez hogyan alakult ki, milyen logika szerint, leromboljuk, azaz feloldjuk a romboló logikát, és adunk, építünk egy olyan új logikát, ami szerint bekövetkezik az, amit szeretnénk. Köszönöm. Ebben nagyon, nagyon egyetértek veled. Sokszor van az, hogy bejön a közösségünkbe egy férfi, és mondjuk egy-egy tünetet látok rajta, hogy nem tudom, hogy el van hízva, vagy nincs ideje, vagy nem tudom, a feleségével veszekszik, és onnan szépen tényleg vissza lehet vezetni, hogy ezek egy gyökérről fakadnak, és ugyanaz az elakadás okozza mindegyik tünetet. De hogyha veled még nem találkozott soha senki, mert ugye én már követlek elég hosszú ideje, és olvastam a könyvedet, a tanfolyamodat elvégeztem, és tudom, hogy nagyon hasznos, amit javasolsz. De hogyha valaki még nem találkozott veled, akkor nekik milyen gyakorlatokat javasolnál, vagy mi az, amit mondanál, hogy elinduljanak ezen az úton? Nem egyszerű erre a válasz, mert nagyon sok életút van. Mindegyikünknek van egy ugyanaz egyedi életkódja és egy élet célja, viszont az alapok azok közös nevezőn nyugszanak. Ugye föl kell építenünk az önbizalmunkat, az önszeretetet, föl kell építenünk azt a belső értéket, amit mentálisan eddig már évezredek óta leromboltunk. És mivel te is férfiakkal dolgozol, te látod, és én is foglalkoztam férfiakkal, mert nekem érdekem volt, hogy nagyon nehéz férfinak lenni.
A nőknek megvolt az a support csoport, tudod, ahol el tudták egymásnak mondani a gondjaikat, vagy a problémáikat, viszont a férfiakban ez meg volt vetve. A férfinak az érzelmi világa az olyan volt, hogy erről ne beszélj, tudod, az nem férfias, ilyenek, és tönkretettük magunkat, mert az az érzelmi világ az egy olyan szerves részünk, hogy ha azt nem oldjuk meg, akkor ez a káosz keletkezik, mint amit most mi teremtettünk. Attól, hogy valaki férfi, az a teste férfi, de ugyanúgy megvan benne ezek a komponensek. A férfi ugyanúgy teremt az érzelmeivel, mint a nő. Csak eddig azt mondták, hogy ne foglalkozz vele, nyomd el. Minden, amit elnyomunk, az mint a gejzír, mint egy vulkán. A felszíne tör és tudod, elönti a láva falut. Mit tudnék javalni? Azt tudnám javalni, hogy nyugodjon meg, tudom, nagy levegő először, és értse meg, hogy a teljességhez, az igazi jóléthez be kell menni, befelé kell menni. Már nem abban a világban élünk, ami még egy éve vagy évvel ezelőtt volt. Teljesen vége minden régi világnak. És ez azt jelenti, hogy merjen az ember ember lenni. Merjen kifejezni dolgokat. Lehet, hogy először olyan furcsán fog hatni vagy érződni, de muszáj, meg bátorság kell az önkifejezéshez. 2010-ben kezdtem ezt a nagyon mély önmunkát, és akkor először férfiakra foglalkoztam, nekem az volt nagyon-nagyon elakadva a férfiasságom. És ez nem azt jelenti, hogy fizikailag hogy néztem, egy csodálatos szép srác voltam, minden, de belül égtem. Lyuka, tele, mind akire rálőttek sörétes puska, olyan volt a lelkem. És rájöttem arra, akkor volt már a második válásom, 2010-ben, és rájöttem arra, hogy az a nő, akit én keresek, az létezik. De tőlem egy vezetői szerepet vár, amire nem voltam képes. Volt vezetői szerep, mert jól kerestem meg stb., de teljesen más az a vezető férfi, mind amiről a háromdimenziós világot tudtunk. Tehát javallom, merjen férfi lenni, merjen megnyílni, sok mindent akarok mondani, mindig ez a baj, mert egy szám van, és 100 irányba jön az információ, hogy lépjünk egy lépést hátra. A legnagyobb problémát látok így a férfi világban, hogy hogyan viselkedik a férfi egy másik férfival, és hogyan viselkedik egy nővel. Más szinten mozognak a drótot, másképp vagyunk drótozva a társaságában a férfiaknak és a nőknek, mind a kettőt meg kell gyógyítani. És azoknak a férfiak, akiről most te is beszélt, emeljük ki ezt az általános példát, hogy el van hízva, a feleség viseli nadrágot. Van ilyen. De ez csak azért van, mert nem tanították meg nekünk, mit jelent az férfinak lenni, és hogyan kell a specifikus lépéseken keresztül elérni. A nő ugyanúgy mérges a férfire, mint a férfi a nőre. Ezt így programozták belénk. Ez azért az a mi felelősségünk ezeket feloldani. A másik, az a nő, aki belül nő, tombol vagy nem tombol, az egy másik kérdés, vágyik egy olyan férfire, akire végre érzelmileg rátámaszkodhat. Nem a pénzről szól, nem a fizikumról szól, hanem egy érzelmi, mentális stabilitásról. És ez csak akkor lehetséges, ha integráltak vagyunk bele. Tehát... javallom, természetesen most jelent meg a könyvem magyarul, az már Amerikában ki lett adva 2015-ben, Németországban 18-ban, most megjelent magyarul is. Tehát amit én tanítok, így a könyv meg a Visznát szorongás kurzusban, azok alapok. Alapok, nagyon fontos alapok, és akkor erre építünk, és megyünk egyre mélyebbre. A célom micsoda, segítsek embertársaimnak, hölgyeknek, férfiaknak visszakapni azt az önbizalmat, azt az értéket, ami eddig le volt rombolva, hogy meg tudjanak jelenni úgy, magunkként, hogy ne kelljen elnézést kérni, ez a bocs, hogy vagyok, ne legyen tovább, tudod. És tényleg egymás segítsük. Miközben kavarodnak a kérdések, amiközben beszélsz. Az egyik kérdés, ami felmerült bennem, hogy mindig megtörténik az a mélypont, az a válság, mielőtt valaki erre az önismeretre rátér, vagy pedig lehet valaki olyan okos, hogy előre készül, és mondjuk elindul ezen az úton, anélkül, hogy kirúgnák, elválna, szívinfarktust kapna, agyvérzést kapna.
Hát sajnos, már szóval sejted a válaszomat, hogy úgy működünk, hogy ezt el kell taknyolni. A DNS-ünkben, ugye mi a árnyék világnak itt van legvalóbb, úgy vagyunk programozva, hogy csak nagyon komoly megpróbáltatáson, idézőjelben katasztrófákon keresztül ébredünk fel dolgokra, és vagyunk hajlandó kilépni egy komfortzónából. Az emberek legnagyobb problémája az, hogy kényelemre vágyik és kényelemre tör. Nincs ez semmi gond, csak fél megoldásokkal csináltuk ezt eddig. Az igazi kényelem az a belső munka. Ez vezet anyagi biztonsághoz, érzelmi biztonsághoz és kapcsolatbeli stabilitáshoz, és az egész világ majd minket fog idézőjelben támogatni, ha ez a belső világ rendezett. Na most ezt te is tudod, hogy a kényelem erről miről szól. Keress sok pénzt, tedd tönkre a testedet, ne edzél, ne aludj, kergesd a pénzt, csajozzál, igyál, tudod, bulizás, jó, én is csinálok rengeteg hülyeséget, hát, tudod, de rájöttem, hogy egyik nem megy a másik nélkül. Na most még van egy trükk, és ez a trükk ez az, hogy vannak olyan tanítások, amik azt mondják, hogy találd meg a balanszt. Nincs balansz. Ez egy tévhit. Ezt te is tudod. Amikor te edzel, akkor 100%-osan benne vagy az edzésbe. A 0% jut a másik részére élete. Nincs balansz. Ahhoz, hogy jól éljünk, és tényleg jól legyünk, ki kell lépni ebből a balansz, komfort gondolkodásból, és apait, anyait beleadni abba, amiben éppen vagyunk. Ez nagyon fontos. Ez a balansz dolog, ez kicsit olyan, tudod, ez már a magasabb hablacspi olyan dolog, nem létezik. Ha tényleg igazán sikeres akarsz lenni, hajlandóak kell, hogy legyünk feladni olyan dolgokat, ami eddig a komfortunkat biztosította. Ha ebből kimerünk lépni, akkor utána nagyon nagy áttörésre tehetünk szert. Magyarul muszáj áldozatokat hozni. Igen, ez balanszt maximálisan értem, amiről beszélsz, amikor én sportoltam, akkor a sporttal foglalkoztam. Viszont hosszú távon azért csak kialakul egy balansz, tehát ha nem is pillanatnyilag, nem is órákban mérjük, de mondjuk évek szintjén azért ugye te egyetértesz azzal, hogy valamilyen szinten egyensúlyba kell, hogy legyen az életünk. Igen. Hadd mondjuk erre valamit. Az univerzum balanszra törekszik, tehát ez elkerülhetetlen. Ha valaki túl sokat dolgozik és nem vigyáz magára, akkor beteg lesz. Azért lesz beteg, hogy balanszba hozza ezt, hogy ne égjen ki, hogy ne legyen beteg. Tehát az is egy része a balansznak. Jó ez a dolog? Nem jó. Amikor az ember nagyon-nagyon áttört, és már ez Krisztusi, meg szolár Krisztusi, meg szolár tudatosságon van, akkor is van balansz, viszont az már nem ismerős az embereknek. Akkor annyira az elménkkel irányítjuk a világot, hogy az univerzum cipeli 99%-át a terheknek. Hol a balansz? Hát 99%-a neki, 1% rajtunk. Tehát számisztik, vagy tudod, számilag, matematikailag nem látszik a balansz, de a balansz onnan jön, hogy mi az elménken keresztül úgy irányítjuk az univerzumot, ahogy az minket segít. A balansz mindig jelen van, csak félre van értelmezve a közbenső lépéssorozat. Okay. Most valójában csak egy rövid beszélgetést tartunk, mégis szeretnék valamit adni annak, aki hallgat, hogy kézzelfoghatóan elkezdhessen egy kicsit kísérletezni, hogy ez hat-e neki, vagy nem hat, vagy hogy bizonyos vagyon arról, hogy ennek van értelme. Mi az első lépés, amit azt gondolsz, hogy el tud kezdeni bárki, akinek nincs nagy önismereti múltja? Muszáj a belső világot felfedezni és megtanulni. Az új földön ez egy elvárás lesz. Eddig ez olyan volt, hogy helyeske, aranyoska, nem nekem való. Aki ezt mondja, az rosszul van. Innentől kezdve nincs kiút. Javallom nekik a most megjelent könyvemet, az Uralda az elmédet. Az Uralda az elméd című könyvet, ez megjelent ugye online-on is, megjelent könyvesboltokban is, tehát ez most már egy hete talán elérhető. Nagyon fontos alapokat ad át, az embereknek elkezdi azt az utat megvilágítani, amire mindig is szükségünk volt, viszont valamilyen szinten ez vagy el volt titkolva tőlünk, vagy nem volt a szükségessége kihangsúlyozva. Ezt feltétlenül a Viszlát szorongás Hello új élet, tehát is javallom, ez egy szorongás, traumaoldó, de ugyanakkor élet probléma megoldó kurzus is. Azzal, hogy említettem ez egy 14 éves tapasztalatnak egy nagyon vékony szelete, de nagyon hatékony szelete. Ezek olyan alapok, hogy az új embernek ezeket tudni kell.
és akkor utána én most segítek mélyebbre menni, alkalmazni a technikákat, és rávilágítani az út további részeire úgy, hogy ne legyen, ne érezzék magukat egyedül, fel tudják építeni az önbizalmukat, és maguk lehessenek úgy, hogy szeretik az életet. Oké, okay, köszönöm. Visszatérő kérdés az általában nálunk a közösségben, hogy mit csináljon az a férfi, aki már elindult az önismeret útján, de a felesége vagy a párja meg nem megy utána, vagy nem indult el. Erre tudsz valami szuper trükköt? Igen. A viszlátszorongás Hello életbe adok át egy technikát, az mi tudjuk, hogy traumoldó nagy technika. Ilyenkor a férfi tudja használni a második lépést ebből a technikából, hogy szembeáll a feleségével, nem csak holografikusan, nem fizikailag, és elmagyaráz neki dolgokat, hogy ez miért fontos. A legeslegnagyobb problémánk, mint emberek, kapcsolatokban ez kijön, az, hogy a lélekszerződésünkben megígértünk a másikaknak rengeteg dolgot. Megígértük nekik, hogy segítünk nekik az elakadásban, megígértük nekik, hogy megmentjük őket, megígértünk nekik több ezer dolgot, és erről soha senki nem tudott és nem beszélt. Amikor ezt nem teljesítjük be, olyan kudarcérzés lesz rajtunk úrrá a lélek szinten, hogy az ember próbálja a fizikai síkon keresni megoldást, nem fog működni. A nagy technika második lépésével ezt fel lehet oldani. Amikor feloldjuk, beszéljen először a holografikus a feleségével, és meg tud úgy jelenni ez a férfi, hogy figyelj, tetszik vagy nem tetszik, ezt kell csinálni. Mindenki csak azért nem csinál valamit, mert fél. Minden nem cselekvés, egy kicsit furcsa nyelvezetileg, minden nem cselekvés az a félelemből jön. Te is tudod át, mert az mész át a te dolgaid, de én is egy millió dolgon át kellett, hogy dolgozzam magam. És néha, és nagyon sok alstruktúra van, ami ezt lehetetlené teszi. Rengeteg traumánk van itt lent, amit az emberek nem is tudnak. Én beszéltem róla, de azok kiütik a fejüket. Amikor az a férfinak a feleség vagy a nő, akivel van, nem hajlandó az önmunkára, még elég ritka, azt a nőt az ego uralja. Azt a nőt az ördög tartja fogva. És a férfi azt mondja, figyelj kis tica, de az ördög tart fogva. Én szeretlek, én nagyon szívesen vezetlek ezen az úton, de ha ebből a mintával nem szállsz ki, akkor ennek rossz, vagy rossz, nem lesz jó vége. Tudod, ha a férfinak van egy ilyen tudatosság, egy ilyen belső integráltság, akkor nincs az a nő, aki ne remegne meg. A nő nagyon vágyik a férfi, a stabil férfira, és a férfi irányítására csak annyira sok rétegű ellenállás van ezzel az irányítással szemben, hogy nem is tudjuk, mit kell csinálni. Tehát két lehetőség van. A nő az vagy nem szeretne emelkedni, mert úgy van programozva, és a lélek szerződésében ezt mondta, vagy vágyik valami készfogásra, hogy figyelj, akarom, de félek. Akkor ott a férfi, és vezeti. Jó, amit hallottam a tanfolyamodban, hogy olvastam a könyvedbe, az nagyon-nagyon megfogott. Az, hogy sokszor nagyon-nagyon intelligensek vagyunk, fejlesztjük magunkat mindenféle úton, módon, és mindent racionálisan akarunk megoldani. És tényleg sokszor irracionális dolgok, spirituális dolgok adják a megoldást, például az, hogy meditációból visszamegyünk, és ott kezeljük, ott beszélünk meg olyan dolgokat a múltbeli énünkkel, vagy egy múltbeli személlyel, aki traumát, vagy valamiféle elakadást okozott az életünkbe. Ezt csak azért mondtam ki, mert ez is arra adott választ, amit mondtál, hogy beszéljünk a partnerünkkel úgy, hogy először nem is valóságban, hanem csak a fejünkben elképzelve. Abban segítenél nekünk, hogy szerinted mitől lesz stabil egy férfi, mitől oké, értem, hogy mi menjünk vissza, kezeljük a traumáinkat, az majd belülről fakaszt nekünk egy önbizalmat, de hogy mégis hogyan viselkedik egy stabil férfi, akit követni lehet, aki uralt erővel, szeretettel van a felesége mellett. Miből veszük észre, hogy én most az vagyok, vagy nem vagyok az? Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, a cselekedet, azaz a fizikai síkon, mert több tízezer dolognak kell helyén lenni alul ahhoz, hogy ezt a cselekedetet, vagy ezt a viselkedési formát tudjuk, vagy be tudjuk vállalni. Mondok egy-két példát, vagy egy-két ötletet, és akkor, ha érdekel, le tudom bontani, hogy ezt hogy lehet belső munkával elérni. A férfiaknak a legnagyobb gondja az volt, hogy próbáltak a nők kedvébe járni.
A férfiak, és ez azért van, mert traumatizálva vannak, leszek specifikus, csak tudod, én nem tartok vissza semmit, csak most már az embereknek át kell látni teljesen más logikát. Minden veszteségünk a múltból, ez az egyik a 14 traumával, elveszítettük a háborút, elveszítettük a családunkat, a feleséget, elveszítettük a kapcsolatot a forrással, ezek mind veszteségi traumák. Kialakul egy olyan énünk, ami nagyon-nagyon szomorú, ami nagyon-nagyon-nagyon dühöng, de ez inkább a szomorúságot, mert vagy vehetjük észre. Amíg ez a veszteségi trauma, és ez a kompenzáció nincs meggyógyítva, addig ez a férfi nem tud férfi lenni. Addig a nő kedvébe akar járni, ezt úgy mondják angolul, hogy needy. És nem tudom, én nem bírom megjegyezni a magyar jelentést, majd segíts esetleg, tudod? Pedig már 15-ször mondták. És az a hogy ez olyan domináns ez a minta bennünk, hogy igen, kis szíve, igen, hogy tudok segíteni, mikor a férfi így alárendeli magát a nőnek, energetikailag, az nagyon unattraktív. Rengeteg férfi csinálja, én is csináltam. De ha ezt nem oldjuk fel, akkor ez a nő elveszíti az irányunkba lévő vonzalmat. Ha a vonzalom eltűnik, vége, az egésznek vége. Utána már lehet barátság, de maga ez az igazi szexuális feszültség, ami egy férfi és nő között kéne, hogy legyen, az megszűnik. Tehát oldjuk fel ezeket a veszteségi traumákat, hogy ne azok domináljanak bennünk, és ne a nő kedvét keressük, hanem vállaljuk be magunkat és az életcélunkat. Teljesen más a felállás. Amikor egy férfi bevállalja az életcélját, hogyan tudom a másokat és a teremtőt szolgálni? Ez a nő tök minden ilyen traumatizál, ez fel fog erre a pasasra nézni. És ez egy eszméletlen hiány. Kérdezz meg bármelyik nőt, hogy olyan jó lenne ez a férjem legalább az úton lenne. Nem várják el a tökéletességet. Nem azt várják, hogy figyelj, te legyél a Bruce Lipton, vagy se, nem. Csinálj valamit, kérlek, magadért, értük. És ez csak akkor lehet, hogyha a férfi tudja ezeket a struktúrákat és feloldja. Ez az egyik, hogy ne próbáljon a nő kedvébe járni. Most rengeteg ember vagy férfi ezt úgy kompenzál, hogy elkezd paraszt lenni. Elnézést, de akkor paraszkodik. Ez egy kompenzáció. Egy igazi férfi, egy integrált férfi, az megy az útján, irányítod, odafigyel, segít, terel, de ő maga az, aki az életet és az Isten szolgálja, és a felesége is része ennek a mastermindnak. A másik, ami nagyon domináns a férfiaknál, hogy a nő az úgy van komponálva, úgy van összerakva, hogy a belső szervei, belső érzelmvilága, ahhoz vannak falak, amit ő nagyon jól tud kezelni. Ahogy a férfiakat is tesztelik, oké, mondj még egy hülyeséget, akkor tudod, vagy és akkor tudod, hogy engedik meg, taszítja, vagy bocsáss meg, zárják ki a lehetőségeket a külvilágon. Nekünk férfiaknak van egy belső világunk, ez az érzem, és van egy külső világunk. A külső világ az, hogy ott van a műszerünkként, és ez egy teljesen, egy majdnem egy kettősséget okoz. Vannak olyan dolgok a férfiaknak, ami meg kell tanulnia, hogy igenis. Meg kell jelenni a karddal a kezünkbe, ez a tetesnek ott van a Warrior Tribe, ugye, vagy a csapat, a tábor, és a férfinak ez a legnagyobb baja. Túlságosan keresi a nőtől azt a visszajelzést, hogy ugye elég szép vagyok, jó vagyok, férfias vagyok, erős vagyok, tadadadadada. Ha ezeket nem oldjuk fel, vége, vége. Ezeket csak a férfi tudja magába meggyógyítani, a nő nem fogja tudni. Ha a nő meggyógyítja, akkor az a nő, az legyen egy terapeuta, vagy egy coach, de az már nem lesz a szeretője. Nem úgy működik. Tehát nagyon nehéz férfinak lenni, mert soha senki nem mondta el a nyers igazságot. Egyetértek. Én a needit azt most nem tudom, hogy fordítanám, de az én mentorom az rám azt mondta nagyon sokszor, hogy inas kategóriába belemegyek, tehát belemegyek abba a szolgálóba, Oké. ami nem azt Igen. az értéket adja, nem az a vezető, akit követni kell, hanem aki ugrál a nő. Megfelelő. Igen, Igen. például volt egy nagyon jó példa erre, hogy kézzelfogható legyen. Tehát néztünk feleségemmel egy olyan filmet, ami engem nagyon-nagyon érdekelt, önismereti tanulságok voltak benne, és szólt a feleségem, hogy hozzak neki kávét. És én ott átmentem inasba, kirohantam, és közben morgolódtam, hogy nem igaz, hogy nem tudom nézni amit szeretnék. És ugye ez tipikus példa volt arra, hogy inasba átmentem, holott mit csinált volna egy stabil, uralt erőben lévő, szeretettel működő férfi, azt mondta volna a feleségének, hogy drágám, vagy megvárod a szünetet, vagy pedig menj ki, mert nagyon szeretném ezt nézni, ez most engem nagyon hív ez a film.
és kész, ennyi. Csak tényleg sokan ugrálnak a kettő között, hogy vagy inas, vagy pedig tajparaszt. És sajnos a férfi kifejezésben tényleg bele van ivódva most ez a pejoratív jelentés, hogy a férfi az egy negatív, az egy vadállat, az vagy erővel uralkodik, vagy pedig egy elpusztult lény sajnos. Ettől tökre értem, amit mondtál, és egyetértek ezekkel a dolgokkal. Ja. Jó. Még annyit beleszólnék ide, hogy tudod, nekem is át kellett menni több tízezer rétegű férfi viselkedésén próbálni, tesztelni, és a nő az úgy van drótozva, tudattalanul, hogy ő teszteli a férfi, még akkor is a tök jó fej. És tudod, jön az egyik teszt a másik után. Még mindig szeretsz? Há, jó. Na, akkor teszteljük a következő lépést. És olyanokat csinálnak, hogy mikor tök jó minden. Tehát tényleg már tudod, ha vagy DJ-n azt mondják, akkor beledob egy izét, egy valami szerszámot a motorba, tudod, hogy na, hogy megnézi azt, hogy még mindig a férfi hajlandó mellette lenni, kiállni érte, és ha ezt te tudod, mint egy férfi, tehát már ez bennünk integrált, akkor azt mondja, figyelj, kicsilag, nem kell szétzúzni, hogy jót, ami van, tudd azt, hogy szeretlek, és itt vagyok neked, mind oké. Okay. Csak adsz neki egy puszit, az megy az élet tovább. Tudod? De amíg ezt nem tudjuk, addig olyan könnyű félreértelmezni viselkedési formákat. És magunkra venni, mint férfiak, magunkra venni, valami rosszul csinálunk, valami még hiányosság van, még semmi. Minden tudod, tökéletes volt, csak tudni kell a nő pszichológiáit is, és a sajátunkat is. Így van. Ugye erre van a mondás, hogy egy nőnek, hogyha minden rendben van, akkor jön valami baja. De a nő az olyan, mint a tenger, vagy mint a hold, ami folyamatosan változik, és folyamatosan próbára teszi a férfit, hogy mennyire van egy, vagy mennyire van lelki legstabilitásban, és tényleg cincálják a bajszunkat, de ezt azért, Igen. hogy kifejezzük, hogy mennyire szeretjük őket. Tehát tényleg jó, egyetértek azzal, amit mondtál. Jó, akkor a másik visszatérő kérdés, hogy a gyerekeknek hogyan tudunk jó mintákat átadni, meg hogy kötelező-e az, hogy rossz mintákat adjunk át a gyerekeinknek. Erre mit mondasz? Az alatt mit értesz, hogy kötelezően? Hát, hogy elkerülhetetlen-e sajnos, vagy meg tudunk-e úgy gyereket nevelni, hogy ők már ne Ja. kapják meg ezeket a negatív traumákat, mintákat tőlünk. A gyors válasz az, hogy nem lehet kikerülni a súrlódást. Nem lehet. Erről volt egy másik videó, nem tudom mikor, mert talán pár hónap ezelőtt mondtam, hogy azt hiszem Szónyával, hogy az örökölt bajaink, betegségek. A gyerek meg fogja örökölni a mi batyunkat, tetszik vagy nem tetszik. Ha a gyereknek kijön a batyú, akkor a férfi, a nő, tehát a házas pár, vagy a szülőknek el kell kezdeni a belső munkát. Amikor azok bennük feloldódnak, a gyermek megkapja az oldást. Geri, a legnagyobb probléma az a régi embernek a humán 1.0-ás, hogy felelőtlen volt. Ezt ők nem értik. Nem értik. Egy millió rezgést adunk ki naponta. És ez a felelőtlenség, ez itt van a DNS-be, bele vagyunk programozva, ez be van kapcsolva, mint egy ilyen eszmetlen, finom kis, sziszegő, szivárgó energia, és minden döntésünk szinte úgy születik meg, hogy a lehető legkönnyebben, a lehető legkényelmesebben, a lehető leggyorsabban, stb. Stb. Viszont ez az ego trükkje, az ego fél megoldásokat szeret, sokszor olyan döntéseket hozunk, hogy az nem fog a becsület útjára tenni minket, hogy az nem fog a teljességet segíteni elérni, és ebben nagyon sok szülő választás is beleesik. Jó? Tehát az lényeg, hogy nincs kiút. Vagy belső munka, vagy tudod, marad minden régi, és ez meg nem vezet semmi jóhoz. Viselkedési formák. Okay. Azt mondják legtöbben, hogy a gyerek ezt látta otthon. Nem erről szól. A rezgések dominálnak. Mi van annak a szülőnek a DNS-ébe? Mi van annak a szülőknek, mi azoknak a szülőknek itt lent, a tudattalanjába, azt viszi az a minta, nem a viselkedés. Ez nagyon fontos tudni. Erre mondtam többször, hogy a fizikai síkot ütlegeljük, és a 99%-áról nem tudunk a fontos információt. Meg kell tanulni azt, hogy ezt a viselkedést mi okozta. Mi itt a lent a mélybe, az jelenik meg a gyerekbe, csak lehet egy picit másképpen. Ha ezeket az alsó mintákat feloldjuk, a gyerek tökéletesen jól lesz. Kinek a felelőssége? Mindenki. A szülőké, a társadalomé és a gyereké is. Csak, akkor van egy olyan részünk, hogy úgy hívnak, hogy az ego.
Mindenki azt, hogy édes aranyos, de az egy tomboló fenevad, az egy dupla ügynök, aki nem akarja a teljeséget, aki nem akarja boldogságot, aki nem akarja a férfi és a nő között jó kapcsolatot. Ezt le kell bontanunk, és úgy át kell nevelni, hogy ezeknek a belső programok ellenére is el tudjunk érni egy normális életet. Sokkal nehezebb embernek lenni, mint hittük volna. Sokkal nehezebb a földi élet, mint hittük volna, viszont az új embernek ezt kell bevállalni. Az ego az a biztonságot akarja, azért kettős ügynök annyira akar minket folytani, hogy biztonságban legyen az ember, vagy miért kettős ügynök? Oké, okay. Az elme akarja, hogy biztonságban legyünk. Az elmének egy és egy funkciója van, hogy a fizikai testünket biztonságban tartsa. Ez olyan, hogyha tudod, át akarsz menni az utcán, akkor balra nézel, jobbra nézel, körülnézel. Ez az elme. Ez egy ilyen beépített, úgynevezett a hüllő agyunkban egy olyan funkció, hogy biztonságos átmenni. Ezen fölül nincs szükségünk az elmei programokra. Az ego magát akarja biztonságban tartani. Az ego tele van több tízezer öröngő programmal, ami a maga, ami nekünk, amit úgy hívjuk, hogy probléma. Nincs magabiztosság. Ez egy ego program. Nem érezzük magunkat jól a bőrünkbe. Ego program. Nem, nincs, legtöbb embernek nem jön a pénz. Ego program. A leg nincs egészség. Ego program. Tehát az a lényeg, hogyha ezeket tudod, értjük a logikát, vissza az első kérdésedre, logika, ez egy eszméletlen precíz logika szerint működik, és elkezdjük az egót fölnevelni, akkor kiszáll ebből az őrjöngő teremtés elleni funkciójából, és átvehetjük végre a gyeplőt, hogy mi vagyunk a teremtés nyelvébe, és nem ezek az ősi minták, ezek az őrjöngő minták. Értem, és akkor van az ego elme, és akkor ezen felül van a szellem, ami... Az ego kontrollálja az elménket. Ha? Az elme az a mi háttérprogramunk. Ő dobogtatja a szívet, ő a vérkeringésre, hogy mennyi vörös vérsejt van bennünk, hogy melyik szervünk, hogy van, ez mind az elme programja. Az ego, ebben persze ez ott van, és mind egy őrjöngő, ilyen raktár, tudod, a raktárhelyiség minden kaszaból és őrjöng, persze mivel dupla ügynök, játsza a jó fejet. Zsebébe ki van nyílva bicska, és közben akkor felajánl nekünk valami barátságos megszerződést. Nagyon észnél kell lenni, főleg az új humánnak. A szellemvilág az egy magasabb világ. Az is irányít minket, és szeretne úgy velünk közreműködni, hogy az minket irányíthasson, vezethessen, és szeretve meg tud segítsen, megteremteni nekünk a dolgokat, viszont az a baj, hogy az alsó énjeink tele vannak düvel, itt van az ego világa. Tele van düvel, és a felsőbb szellemi énjeink nem tudnak integrálódni. Azért van ez a hatalmas szeparáció. Van egy fizikai, meg egy alsóbb lény, csoport, vagy egy csomag, dühöng, őrjön, még akkor is azt mondjuk, hogy jó fejek vagyunk, és akkor van egy felső szellemi világ, amivel egyesülni kéne, és integrálni kéne, és nem tudunk. Ezért mondom, takarítsuk az elmét, ezzel beengedjük az összességet és a világot. Ettől leszünk az igazi humánok, az a talpra esett jó fej, a teremtői lények. Oké. A férfiaknál visszatérő tünet, úgymond, hogy mint az anyagi félelem, önbizalom hiány, azt le tudnád vezetni, hogy általában ez miből fakad, vagy ez honnan ered? Több szám fut. Az anyagi hiánytól való félelem az egy túlélési félelem. A pénz ugye ezen kb. 4000 évesen babiloni rabszolga jegyzett. Az új világban nem lesz úgy pénz, mint ahogy mi erről tudunk. Mindenkinek lesz pénze. De a pénznek a pszichológiája ez nagyon trükkös. Amikor egy férfi úgy érzi az anyagi teremtés, stb. Ez egy jó részben jó, mert felelősséget vállal a családjáért, a jólétért, férfiként megjelenik. Tehát ez ugye, hogy most nem jut eszembe az a szó, hogy a provider, angolul provide, tehát ő... Szolgáló. Oké. Okay. És ez egy tök jó valami, viszont ez legtöbb ilyen aspektusunk, ezek archetípusok, ezek sebzettek. Azon bajunk, hogy minden részünkben van olyan, ami jól működik, viszont minden részben van, ami sebzett, és a sebzettséget kell gyógyulni, hogy ne kompenzálj. Az a férfi, aki ettől tart, tehát most megint a sebről beszélek, annak fel nem dolgozott kudarcai vannak. Nem csak a nőkkel, hanem az anyagiakkal és a túlélésen is. Bármikor túlélési félelmeink vannak, feloldatlan traumáink vannak.
Nagyon érdekesen működik az elme. Az elme az olyan, mint egy doktori disszertáció, olyan logikában, hogy én is elnyomtam tőle, és egy 5 éves gyerek adja elő. Egyszerűség, tudod, és ha nem ismerik az igazi disszertáció logikát, akkor nincs kiút. Ezt az 5 éves, ezt hívjuk úgy, hogy az ego programok. Ő olvassa fel, és kihagy részeket, átugrik részeken, tudod, amit nem értünk, azt kihagyjuk, átugrunk felette. Tehát föl kell oldani akkor a férfinak ezt a kudarcot. Nem csak a pénzzel kapcsolatban, hanem a férfias energiájával kapcsolatban. Általában ez a fizikai síkon úgy jelenik meg, hogy apukával volt valami konfliktus. A férfi ág nem érezte magát férfinak. Ez lehet szexuális, anyagi és bármi más. Van egy nagyon nagy trükk. Az egész régi Matrix világban egy kifordított kesztyű volt az élet. Ez azt jelenti, hogy itt a kesztyű, hol a kesztyű, viszont nem a belső szőrös részét kell nézni, hanem azt a külső bőr, vagy tudod, azt a bízhatlan részét. És azt értem, hogy amikor egy férfinak van ez a kudarc érzése, mindenki erre fókuszál. Jaj, kudarc, gyereke, te üljél le, gyere, beszéljük meg Balázs, itt van egy pohár sör, meg stb. Nem. Mi az az ellenpólus, az az örjöngő ellenpólus, amit még nem engedett el magában, ami miatt ezt a kudarcot az ego bemutatta? És a legtöbbször valami eszméletlen brutál asztáltrauma. Ami olyan megélés, olyan megtapasztalás, amit nem bocsájtottunk meg magunknak. Nincs az a fizikai síkon megjelenő dolog, ami probléma lenne, ha mi megbocsájtottunk volna magunknak mindenért. Mondok valamit. Az élet úgy van tervezve, hogy működjön. Csak azért nem működik, mert belső elmei programok törést okoztak. Ezeket a töréseket meggyógyítjuk, beindul az élet. Még a legrozsdásabb, csúnyább kocsi is elkezd majd gyönyörűen keregni, hogyha ezt újra összeépítjük, vagy összehozzuk. Jó? Tehát ez a lényeg, hogy megoldani a férfiassággal, a pénzzel azt a kudarcot, és azt a legvadabb, legnagyobb félelmet, hogy Úristen, nem akarom, hogy ennek lássanak ott a tükk. Mi az az igazi magja annak fél, meg abszolút az ember csak legszívesen kirohanna a világból. Ha azzal szembeállsz és profi technikákkal feloldod, a többi beindul magától. Mondanál ilyen félelmeket példaként, csak hogy értse az is, aki mondjuk még nem olvasta a könyvet, vagy a videóidat nem látta. Nagyon sokan. Azért nem megyek ebben, mert a legtöbb ember is rosszul lenne. Ezek az asztrál traumák. Ezek a legutálatosabb traumák. Valakit legyilkoltunk egy múlt életben. Valakit több, mint legyilkoltunk. Tudod azt a olyan dolgot, ami még a múlt életből származik? Azt hogy tudod feloldani? A nagy technikával keresztül azt azért csináltam, hogy ez egy párhuzamos, paralel idősíkokat gyógyít egyszerre. Talán tudod, a nagy technika után betettem még 2 plusz videót, és ott elmagyarázom, hogy ez hogy működik. Én is csináltam több 10 000 utaztatás, meg QHHT-t, meg Dolores Cannon. Megvan annak is a maga haszna, viszont van egy olyan dolog, hogy ezek elég lineárisan kezelik az életet. Azt jelenti, hogy ha 6 éves voltam, akkor itt volt valami cirkusz, akkor ezt gyógyítsuk meg, de nem látjuk, hogy az alatt van még több 100 plusz komponens. És ez a nagy technika azt segít, hogy nem kell specifikus helyre visszamenni a múltba, hanem leveszi a problémát onnan, ahonnan legyen az múlt élet hasztási, stb. Egyszerre gyógyít több lényünket, vagy több dimenziót. Jó. A múlt életben van bármilyen elakadás, szóval tudod, hogy feljön valami. Ami feljön bennünk, az egy emlékeztet az univerzum kér, hogy figyelj, ez még itt rezeg a mélyben. Kérlek, old meg. Ennyire egyszerű. Csak a megoldás nem egyszerű. és akkor az ember ránéz, ismeri a pszichológiát, a spirituális logikáját ennek, nagyon gyorsan fel lehet oldani évtizedek óta, vagy évezredek óta tartó problémákat. Tehát maga a nagy technika az egy olyan, mint egy, sokszor mondtam, hogy mindegy 2000 lóerős BMW, van benne 3000 plusz kapcsoló, és minél jobban ismered, annál akkor űrhajót tudsz belőle varázsolni. Szóval ez az ilyen meg nem bocsájtott, nagyon-nagyon agresszív történések, énjeink, ami valahol, mi a férfiakról beszélünk, a nőnek tetszik, ha egy férfi egy kicsit tudod, tökös, és mondja, rá, megvan benne ez a warrior. És ezt a warrior-t, amit te is segítesz a férfiön visszakapni, ezt tagadtuk meg gyógyulatlan traumákból eredően. Tehát akkor valójában minden ugyanoda vezet vissza, hogy
gyógyulatlan traumáink vannak, és ez megnyilvánul a gyereknevelésben, a feleséggel való kapcsolatunkban, a szülőkkel, az anyagi nehézségekkel, minden ugyanarra vezet vissza, hogy saját magunkon kell dolgozni. Igen. És még az is, te is látod, ez a fizikai síkon is egy észrevehető, hogy tudod, hogy mi is felnőttünk, a mai fiatalok. Bezzeg az egy. Na az a lényeg, hogy minden korosztály, amire mi dühösek vagyunk, az bennünk még gyógyulatlan és kezeletlen. És ez azért fontos, mert amikor megszületnek a mi gyermekeink, ugyanazt lejátszák, ami nekünk gyógyulatlan volt. Igazán plusz még az ő törzsfejlődésekhez szükséges batyut is hoznak. És a legtöbb szülőnek a legnagyobb félem az, hogy rossz szülő. Jaj, hát tudod, minden hibánkat, ami egy ego program, nincs hiba, az ego hibáztat, az ego okol, az ego támad, az ego cirkuszok. És ha ezeket fel tudnánk oldani, akkor nem a gyereket próbálnánk visszatartani attól, hogy maga lehessen. Nagyon sok világ transformálódik most, Geri, át bennünk. Most a mai napon. Egy évvel ezelőtt ezt még nem mondhattam volna, most már mondom. Ez a sok világ, ez arról szól, hogy régen a művészi, kreatív lényünket megszégyenítették. Nagyon kevesen vagyunk ezen a földön, akik pénzt tudtak keresni kreatív dolgokkal. Jó pénzt. Ezért volt ez rengeteg trükközés, az is ego. Ő keresi, tudod, a becstelenséget, hogyha lehet így. Ez egy program, a becstelenség. Miről beszélek? Festeni, alkotni. Tudod, legtöbb nő szeret varni, a férfiak szeretnek a maguk, valamit alkotni a kezünkkel. Az igazi humára az jellemző, hogy hogy szeretünk alkotni, és kreatívak vagyunk. Ezt nagyon ügyesen kinevelték legtöbbünkből. Én is azért mentem mérnöknek, ma meg lehet élni. Szerettem? Úgy, ahogy. Segített a mostani énemhez képest, nem látnám át ezt a kvantum logikát, de igazándiból én legboldogabb lennék például egy gyönyörű, több hektáros zöld, trópusi, tudod, kertbe, tele kis állatokkal, pár jó baráttal, és élni egy olyan kreatív életet, hogy ne ez a mechanikus, ismétlődő, kiszámítható, tudod, a életstíluson. És ez fáj nekünk legjobban. Ez a legnagyobb fájdalmunk, hogy a kreativitásunkat azt lebecsomagoltuk, eldugtuk, vagy fölrektuk a padlásra, és egy mechanikus lényként élünk, ami nem tesz minket boldoggá. És ki kell csomagolni a kreativitást, visszaintegrálni, és úgy élni, hogy bátran magunkat kreatívan adni az egyedi életkódunk szerint. Köszönöm. Záró kérdésként azt tenném fel neked, hogy találkoznál a, nem tudom, 10 éves éneddel, amit biztos, hogy nagyon sokszor megtettél így meditációban, hogy találkoznál vele, és mondjuk 1 percben elmondál neki 3 tanácsot, hogy hogyan éljen. Egy ilyen univerzális dolgot, amit mi is tudunk hasznosítani, akkor mit mondanál, mi lenne az a 3 dolog? Jó sok, mert tudod, azért én is csomó rossz dolgon átmentem, tehát így nehéz a 10 éves szintjén fogalmazni. Nem akarok sablon szövegeket mondani, mindjárt kicsit ráérzek, adj egy fél pillanatot, légy szíves. Nekem a legnagyobb elakadásom a nőkkel volt. Nagyon meg akartam felelni a nőknek. És az első feleségem az egy amerikai nő volt, és hát ő volt igazán a kiút, a ticket, tudod, a jegy Amerikába, tehát ott aztán minden volt, csak nem igazság, meg szerelem, tehát az olyan, hogy oké, szevasztok, ez működik. Talán azt mondanám magamnak, hogy tudd azt, hogy nagyszerű vagy, tudd azt, hogy egy gyönyörű teremtő lény vagy, és ne hagyd, most ez érdekes, mert beleillik a téma, most mind föntről jön persze, hogy ne hagyd soha, hogy egy nő lerombolja az önbizalmadat. Mert a nő nem akarja bántani a férfit, csak ő is úgy van programozva, hogy annyira nincs magabiztossága, hogy támad. Akinek nincs magabiztossága, az minden támad. Támadja a nőt, a férfit, a világot, az Isten, erről mi nem tudunk. Sokszor ez passzív-agresszív, vagy visszahúzódásból is kitűnik. Tehát én ezt mondanám magamnak, hogy eszmetlen erős lény vagy, de
tudjál magadra olyan dolgokat, amit más nem fog neked elmondani. És integráld vissza magadat a teremtő szeretetével, mert nagyon-nagyon meg voltam szakadva attól. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Robi. Én is köszönöm neked, szervusz!